Köszöntöm Önöket! A Szubjektívben ma a Pannon Rádió jelenéről és jövőiről beszélgetünk. A vendégem pedig nem más, mint Sós Georgina, a Pannon Rádió megbízott főszerkesztője. Köszöntelek a stúdióban! Szia, köszöntöm a nézőket! Jelenleg megbízott főszerkesztő vagy, meddig tart majd ez az állapot, meddig töltöd be ezt a tisztséget, és mikor leszel főszerkesztője MB előtag nélkül? Hát egyrészt egyáltalán nem biztos, hogy én leszek a főszerkesztő, ugyanis miután a Orosz Ildikó lemondott, én lettem megbízottként főszerkesztő az igazgató, illetve az igazgató bizottság javaslatára, és minden megy a maga rendje szerint, kiírják a pályázatot, erre pályázhatok ugye én is, illetve bárki más, aki megfelel a feltételeknek, és majd ezt követően derül ki heteken, hónapokon belül, hogy ki lesz a főszerkesztő MB nélkül. És hát ugye régóta rádiózol már, ez valamilyen régi első szerelem volt, vagy azért volt olyan időszak is, amikor inkább magyar tanárnőként képzelted volna el magad, hiszen nem titok, hogy te magyar tanszéken fejeztél, ott szereztél diplomát. Hát gyerekkoromban mind a kettő megvolt, tehát szerettem volna egy kicsit tanítani is, mivel ugye anyukám tanítónő, ezért ezt a példát láttam. Másrészt mindig ott volt a rádió, mivel a Szabadkai Rádió gyerekműsorában már általános iskolás koromban dolgozgattam, készítettük a gyerekműsort. Utána pedig az ifjúsági műsort, a Fiatalokról Fiataloknak című műsort, amit nagyon szerettem, és ez körülbelül 10 éven át tartott, tehát valahogy a rádió mellett nőttem fel. Utána persze, amikor választanom kellett, hogy hol tanulok tovább, akkor mivel hogy médiaszakít nincs Vajdaságban, ezért mentem a magyar tanszékre, ami azért nem áll távol magától a médiától, az újságírástól. Egy időben tetszett volna az is, hogy magyar tanárként dolgozzak. Első körben iskolákban kerestem munkát, utána, amikor rájöttem, hogy ez nem olyan egyszerű, akkor jöttem a Pannonba, bár már az egyetem alatt is sokszor bedolgozgattam nyáron 1-2 hónapot, illetve az ifjúsági műsorban, és utána valahogy megtetszett. És most, ha megkérdeznéd, hogy szeretnék-e átmenni egy iskolába, hogyha esetleg lenne valahol lehetőség, akkor azt mondanám, hogy nem. És ugye mondjuk elmondható, hogy alapvetően eddig egyeztél, vagy mondjuk úgy érezted, hogy rendben van a Pannon Rádió műsor politikája, vagy azért mindig is voltak valami olyan forradalmi elképzeléseid, amiket most megvalósíthatsz így egyszer, mint egy tapsra? Nem voltak forradalmi elképzeléseim, és most sincsenek, tehát azért az fontos, hogy attól, hogy én most épp megbízott főszerkesztő vagyok, nem döntök egy személyben a rádió jövőjéről, hanem ez egy csapatmunka. Feletteseim, illetve mindenki benne van ebben a műsorkészítésben, tehát ha én kitalálom, hogy legyen lakodalmas műsor, az nem lesz csak úgy azért, mert én úgy szeretném, hanem tényleg mindannyian ebben benne vagyunk. Meg hát nehéz ezt úgy csinálni, hogy mindenkinek megfeleljen, mert egyrészt a zene, másrészt a tartalom olyan, hogy ahány ember annyi félét szeretne. Valaki zenés rádiót szeretne, valaki tartalommal teli rádiót szeretne, valaki jobban szereti a szöveget, az interjúkat, a riportokat, nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, ami mindenkinek megfelel. Tehát egy személy olyan rádiót nem tud szerintem csinálni, ami mindenkinek jó. Hát igen, mindenki igényeit azért nehéz kielégíteni, de akkor most talán egy picit elszomorítottad azokat, akik azt várták, hogy lakodalmas műsor lesz végre a Pannon Rádióban. De egyébként milyen új műsorok várhatók? Azért erről be tudsz számolni egy picit kis ízelítőként. Na akkor számítható? Beszéljünk erről a lakodalmas műsorról, ami nem lakodalmas műsor, csak mi itt egymás között úgy hívjuk, talán az a legegyszerűbb megnevezés, de egy kívánságműsor indult vasárnap, aminek az a lényege, hogy a hallgatók a felkínált listából válogathatnak dalokat, és elküldhetik nekünk SMS-ben, e-mailben, illetve Facebookon a kívánságaikat, üdvözölhetik a családtagjaikat, a barátaikat, és küldhetek nekik zenét. Persze ezek a zenék között vannak magyar nóták, mulatós dalok, illetve nagy slágerek, Edda, Republik, Zorán, és így tovább. És hát most volt vasárnap az első műsor. Nagyon örülök, hogy nagyon sok üzenet érkezett, főleg SMS-ben nagyon sok kívánság, például Izlandon élő csantavéri magyarok is küldtek haza jó kívánságot, illetve egy Bródi dalt, úgyhogy azt hiszem már is ez egy pozitív visszajelzés, viszont amit még szeretnénk megvalósítani, remélhetőleg már most vasárnapra, hogy telefonon is lehessen jelentkezni, akár úgy is, hogy élőben bekapcsoljuk a hallgatókat, mert azért azt hiszem, hogy sokaknak az SMS vagy a Facebook nem olyan kézenfekvő, mint a telefon.
Ezt azért sokan mondják, hogy a rádiózásban nincs új a nap alatt, tehát olyan forradalmi, olyan új ötleteket nem lehet alkalmazni, illetve kitalálni. De azért biztos vagyok benne, hogy lesznek újítások, vagy legalábbis arra igyekszel, hogy mandátumod alatt azért valamilyen újdonságokat bevezessünk a rádióban. Mik ezek? Vagy tudnál esetleg ilyet mondani? Hát, ami eddig szokatlan volt a rádiózásban, tehát ugye megszoktuk azt, hogy hogy hangzik egy rádió, hogyan hangzanak a műsorok, akár a hírműsorok. Ez most azért lehet, hogy egy picit változik, mondjuk modernizálódik, korszerűsödik. Nehéz tényleg bármi újat kitalálni. Olyat, amit valahol valaki nem próbált ki, és nem véletlen szerintem az, hogy mostanában hogyan működnek a rádiók, milyen szerkezet szerint, milyen felépítés szerint. Mi sem akarunk most itt hirtelen világmegváltó dolgokat csinálni. Van egy csomó dolog, ami nekünk újdonság itt a Pannon csapatának, ilyen volt ugye ez a Kívánság műsor, bár ez is lehet, hogy mondjuk nekem újdonság, de a Buzás Zsuzsinak, aki ugye a műsorvezető, nem, mert ő már évek, évtizedek óta foglalkozik ezzel a műsorral. Azt hiszem, kicsit mindenki behozza a saját ötleteit, és akkor tanulunk egymástól újdonságokat, legyen szó akár a hírszerkesztésről is, viszont teljesen új dolgokba nem mernék belemenni. Persze a modern, fiatalos dolgokat, azokat továbbra is próbáljuk, például a reggeliben, ahol fiatal műsorvezetőkkel lendületesen, kihasználva a technikai lehetőségeket próbálunk újítani. Arra azért mindenképpen ki kell térnünk, hiszen visszatérő téma, hogy nem olyan régóta szerb zene is hallható a rádióban. Ez nem nyerte el okvetlenül mindenki tetszését, tehát azért sokan voltak, akik panaszkodtak, sőt, sokan azt mondták, hogy innentől kezdve nem hallgatják a rádiót. Neked mi a véleményed erről? Valóban szükség volt a szerb zenékre? Ugye a szerb, illetve az ex-jú zenék bevezetésének az apropója a magyar-szerb történelmi megbékélés volt, és ezért döntöttünk úgy, hogy 10%-ban, tehát az összes zenének a 10%-ában sugárzunk ilyen dalokat, viszont kizárólag a jól ismert, minőségi, sokak által szeretett dalokat, mert én azt hiszem, hogy ezek a szerb, illetve ex-jú dalok is a kultúránk részét képezik. Tehát tagadhatjuk, de azért ismerjük ezeket, dúdolgatjuk, megismerjük őket, és most azt, hogy épp 10%-ban ilyen zenéket sugárzunk, az nem jelenti azt, hogy akkor mi nem vagyunk magyar rádió, vagy nem képviseljük azokat az értékeket, amiket eddig. Az a hallgatóink kedvéért, akik elsősorban a zene miatt hallgatják a rádiót, milyen új műsorok készülnek, illetve milyen slágerlistás műsorok várhatók, míg hogyan elégítitek ki az ő igényeiket? Hát egyrészt megújul a teljes Pannon Rádió zenei kínálata, ehhez kértünk szakmai segítséget. Kucsera Géza már nagyban készíti azt az adatbázist, amiből majd az egész napi zenei listánk építkezik, tehát összeválogat 500-600-700 dalt, a legnagyobb slágereket egészen a 60-as évektől napjainkig. Ebben lesznek 50%-ban magyar zenék, 40%-ban külföldi, illetve 10%-ban a már említett szerb, illetve ex-jú zenék, és ebből az adatbázisból fog majd az aktuális napi zenei szerkesztő válogatni a műsorokhoz. Emellett Géza majd segít nekünk abban is, hogy a különböző alkalmi műsorokhoz megfelelő zenét tudjuk sugározni, például Minden Szentek, illetve Halottak napjára is a megfelelő zenék menjenek. Illetve említetted a slágerlistát, ez pedig már hallható, péntekenként a Hangár után jelentkezik, 8-tól 10-ig, Bödő Robi készíti, a korábbi csendháborítás helyére került ez a műsor, mert hogy azt az elektronikus zenét már tényleg csak egy nagyon szűk réteg hallgatja, és ezért próbáltunk egy kicsit nagyobb közönség által is fogyasztható zenei kínálatot nyújtani péntek estére, és ezért a magyarországi kiadók heti 40-es toplistája alapján állítja össze Bödő Robi azt a két órás anyagot, amiben ugye a legnagyobb slágerek szólnak. És akkor a zenei arculatnak van egy másik része is, ez pedig a rádiós berkeken belül jingliknek vagy spicceknek nevezett hanganyagok, illetve kis hangeffektusokról szól. Ezek is megújulnak, ha jól tudom. Hát igen, ezek a szignálok vagy önazonosítók, amit a hallgatók rendszeresen hallhatnak, amiben ugye elhangzik, hogy
melyik frekvencián szól a műsor, hogy épp melyik műsorról van szó, SMS szám, internetes elérhetőség, stb. Ezek is megújulnak, szintén Kucsera Géza segítségével, aki elkészített egy zenei alapot, ami majd az egész rádiónak a hangulatát, a hangzását meghatározza, és ehhez készülnek az egy-egy műsorhoz csatlakozó ilyen önazonosítók, és hát ha minden igaz, akkor ez majd télen, talán karácsonyra, az ünnepekre készül el teljes egészében, és akkor fog megújulni az egész hangzásunk. És egyébként jó, hogy nyilván még nem tudunk minden hangot, illetve nem ismerjük ezeket a hangokat, de azért mennyire fog hasonlítani az eddigiekhez, tehát mennyire lesz hasonló, vagy teljesen más lesz, mint amit eddig megszoktunk? Hát nem lesz más, annyira nem lesz más, tehát lesz egy új dallam, egy új hangzás, viszont egyrészt a hangok ugyanazok maradnak, tehát megismerik majd az emberek azokat, akik megszólalnak. Például Nemes Nagy Anita vállalta azt, hogy egy hangot biztosít a rádióhoz, őt ugye már ismerhetik a hallgatók, korábban a Reggelit vezette, illetve a tévében, a Kvartettben is szerepelt. Úgyhogy az ő hangja fog itt megjelenni, illetve Péter Ferenci, akit pedig azt hiszem szintén sokan ismernek már, vagy legalábbis a hangját. Majd, hogyha meghallják a hallgatók, akkor biztosan tudják, hogy kiről van szó. Egy picit a rádiózás filozófiájáról is beszéljünk, ugyanis ugye kiderült ebből a közvéleménykutatásból, és ezt most hát így direktben nem fogom elárulni, mert te tudod a választ, és mindjárt ki is derül, hogy mi az, amit a hallgatók legszívesebben hallgatnak, ugye? Tehát azért is megoszlanak a vélemények arról, hogy hosszabb beszélgetős műsorokat kéne csinálni, esetleg hosszabb zenés műsorokat. Mi az, amit elsősorban a hallgatók szeretnek, és mi az, amitől mondjuk így talán picit túlozva írtóznak, amitől azonnal tovább kapcsolnak? Mi az, amivel legjobban lehet csalogatni a hallgatókat? A hallgatók elsősorban a zenét szeretik. Tehát a felmérésből is kiderült, hogy a zene az első helyen áll. Persze, emellett azért elvárják a hallgatók, hogy mindig az aktuális híreket, információkat megkapják, tehát a második a sorban a hírösszefoglaló, és én azt hiszem, hogy jobban szeretik a rövid, 3 perces kis hírösszefoglalókat, mint a hosszú híradókat. Viszont azért a hosszú híradókra is szükség van, mert hogy ami még szintén kiderült a felmérésből, az az, hogy a nézők, hallgatók szeretik visszanézni, visszahallani magukat. Tehát szeretik, amikor ők jelennek meg. Ez pedig ugye például a híradóban tud megvalósulni, amikor valahol a helyszínen forgatunk, például egy falunapon, vagy egy bármilyen rendezvényen, ahol megszólalnak ők, és utána visszahallgathatják magukat. Tehát zene és saját maguk, a saját közösségüknek a történései. És várható-e majd a közeljövőben esetleg egy közönség találkozó a hallgatókkal, mert ugye erre is általában nagy igény van a hallgatók részéről. Jó ötlet. A reggeli műsorban például rendszeresen jönnek ilyen üzenetek. Hát akkor majd a reggeli műsor készítői megszervezik első körben a reggelis közönség találkozót. Átadom nekik. Rendben, és akkor utána talán egy nagyobb bulit is szervezhetünk, bár azért a Pannonrádió születésnapját minden évben egy szórakozó helyen szoktuk megünnepelni, ahol ott vannak a hallgatók is. Sokan hiányolják egyébként a műsorokat, hát akkor most megnyugtattad őket is, hogy nem sokára visszatérnek a régi kedvencek. Lesztek-e még egyéb, illetve terveztek-e még egyéb tematikus műsort? Tehát gondolok itt például filmes műsorra, ugye elmondhatod, hogy komoly zenei műsor is várható. Aztán esetleg valamilyen más sport, vagy környezetvédelmi témájú, akár életmóddal, egészséggel foglalkozó műsor. Jó, hát akkor ötlet van bőven. Persze, hogy szeretnénk mindent egy kicsit bevonni, bár azért próbálunk fokozatosan építkezni, tehát nem úgy, hogy egyszerre hirtelen mindent bevezetünk, mert már csak úgy az emberi kapacitásunk is véges, viszont ami a közeljövőben, sőt az első novemberi hétfőtől megvalósul, az a kulturális műsor, amit Nemes Nagy Anita fog készíteni. Ebben már azt hiszem sok minden bele fog tartozni, tehát zene, a színház, a különböző kiállítások, és itt is lesznek vendégek, vendégműsorvezetők, ez majd hétfő esténként hallható műsor lesz. Utána filmes műsor is bizonyára visszatér, mert hogy van érdeklődő, illetve lenne, aki készítse. Próbálunk mindent, ami pedig egyelőre nem fér bele külön műsorba, egy külön magazinba, azt pedig a többi műsorba, például a Napköziben nagyon szépen bele tudjuk illeszteni. Elmondtad, hogy sok korosztályok mellett ugye
nagyon sokrétű hallgatóságot szeretne begyűjteni magának a Pannon Rádió. A mezőgazdászoknak szóló műsor mikor indul újra? Ez mikor várható? Most vasárnap indul az Agrárvilág, 9 és dél között lesz hallható. Ugye már korábban is volt mezőgazdasági műsorunk, ez is egy hosszabb nyári szünet után tér most vissza. Bakos Viktor lesz a műsorvezető, és hát részben a tévés Pannon gazdával párhuzamosan fut majd ez a műsor, tehát ugyanazok a riportok is hallhatóak lesznek, amiket a tévében már láthattak a nézők. De emellett ugye a rádiónak előnye az, hogy ugye egyrészt élőben megy a műsor, másrészt a hallgatók is közbe tudnak szólni, tehát írhatnak SMS-eket, kérdezhetnek a műsorvezetőtől, illetve a vendégektől, mert hogy ugye vendégek is lesznek, olyanok, akik egy-egy területen szakavatottak, tehát egy interaktív műsort szeretnénk, és hát nagyon fontosnak tartom ezt, hogy pont a mezőgazdaságot bevonjuk a műsorba, mert hogy ugye itt Vajdaságban az egyik legfőbb megélhetési forma a legtöbb családot közvetve vagy közvetlenül érinti, és nagy volt az érdeklődés már korábban is a mezőgazdasági műsor iránt, úgyhogy ez egyértelmű cél volt, hogy be kell vezetni ismét. És ha már a napköziről beszéltünk, azért érdemes elmondani, hogy ugye, ahogy te is említetted, aktuális információkat közöl a napközi. Ez hány órában hallható a rádióban, és pontosan milyen témákat, illetve milyen érdekességeket mutat még be ugye az aktuális infókon és híreken túl? A napközi minden hétköznap 10 és 16 óra között hallható, tehát a reggeli után, hangár előtt, illetve hétvégén is napközi van most már, ez korábban Barangoló néven futott a műsor, de most 8 és 14 óra között napközi van. Két műsorvezetőnk van, a Vágó Krisztina, illetve az Ábrahám Viola, és próbálják kiemelni minden nap a nap néhány legfontosabb eseményét, és ezeket végigvinni. Kihasználjuk például azt, hogy a riportereink egész nap kint vannak a terepen, forgatnak, ott vannak a helyszíneken, mindent közelről látnak, és egyszerűen telefonon bekapcsoljuk a riportereket a műsorba, és el tudják mondani, hogy például most a piacon vannak, és látják, hogy mennyibe kerül a virág halottak napjára, illetve minden szentekre. Ez volt a tegnapi műsorban, de minden nap vannak olyan témák, amiket végigkövetünk, vannak vendégeink, beszámolunk az aktuális programokról, rendezvényekről, illetve hát azok a hírek, amik nem kerülnek be a hírösszefoglalókba, a híradókba, mert talán nem annyira fontosak, vagy nem érintenek minket annyira közelről, azok is bekerülhetnek, például külpolitikai események, világ érdekességei. És mennyire érzed interaktívnak ezt a műsort a hallgatók? Hogyan fogadták, küldenek-e üzeneteket, értesítik-e a műsorvezetőt a körülöttük történő eseményekről, érdekességekről? Persze, hát például arról, hogy épp hol van Trafipax, rendszeresen jönnek az üzenetek, a határról jönnek, hogy mennyit kell sorakozni, meg persze, hogyha valaki tud bármilyen jó rendezvényről, programról, akkor is bejelentkeznek a műsorba, tehát ez is, mivel élőben megy, egy nagyon interaktív műsor, tehát bármikor a hallgatók közbeszólhatnak, elmondhatják a véleményüket is, illetve hát azt tapasztalom, hogy nagyon szeretik a műsorvezetőket, Violát és Krisztát, úgyhogy szívesen beszélgetnek velük. Akkor most picit beszéljük a hétvégi műsorokról, elmondhat, hogy kívánság műsor ezentúl vasárnaponként. A szombati műsorra mi a helyzet? Délután, este milyen műsorok várhatók? Itt ugye az esti sáv volt egy tartalmas sáv még tavasszal, akkor nyáron ez megint elment egy szünetre. A Páratlan páros maradt, ami a társkereső műsorunk, és ami egy nagyon sikeres műsor. Ez havonta egyszer hallható, és már nagyon szép eredményeket hozott, már nagyon sok ember megtalálta a párját a műsornak köszönhetően. Hogyha jól tudom, akkor a műsor után már egy találkozó is, illetve egy olyan bulira is lehetőség van, ami azért egyedi a műsorok között, mégis utána találkozhatnak egy szórakozó helyen Szabadkán. Igen, a műsorvezetőkkel, és ott akkor esetleg szóba is átültethetik. Megy a rádió műsor, ahol egy kicsit felkeltik a hallgatók érdeklődését, lejátszanak néhány szerelmes dalt, hogy egy kicsit kedvet kapjanak az ismerkedéshez, és utána, akik így SMS formájában, illetve a műsorban
kapcsolatba kerültek egymással, akkor utána találkozhatnak Szabadkán, hát nem titok, hogy az Oázis nevű szórakozó helyen találkozhatnak ezek az emberek, és a legutóbbi páratlan páros buli például nagyon sikeres volt, nagyon sokan elmentek, és tényleg ott a műsorvezetőkkel együtt lehet szórakozni, egy kicsit iszogatni, táncolni, rengeteg fotó készült, és hát ha minden igaz, akkor ott is születtek szerelmes párok. Szombatesténként is hallhatóak voltak műsorok, ezek visszatérnek-e? A Rossz Máj, illetve a Kult Café, két nagyon sikeres műsorunk volt, a Kult Café havonta kétszer, a Rossz Máj pedig havonta egyszer, és elárulhatom, hogy ezek a műsorok is visszatérnek, mivel egy nagyon sikeres, nagyon tartalmas, hallgatható műsorok voltak, és ami még egy plusz hír ehhez kapcsolódóan, hogy ezeket a műsorokat majd meg is ismételjük szerdánként. Úgyhogy bár ezek is egy viszonylag interaktív műsorok, tehát itt is lehetett hallgatói üzeneteket küldeni, de azt hiszem ezek egy ismétlés formájában is ugyanolyan szórakoztatóak lehetnek. Hát akkor ezzel engem is megnyugtattál, mert hogy a Kult Café az ugye végül is az én hatáskörömbe tartozik. Lesz. Te miben látod a Pannonrádió jövőjét? Tehát hova tudunk még fejlődni? Hova tud fejlődni a Pannonrádió? Mi a küldetés ennek a rádió? Hát itt Vajdaságban magyar közönségnek próbálunk továbbra is egy biztos pontot nyújtani, és mivel ugye egy kisebb közösségről van szó, nem tehetjük meg azt, mint a magyarországi rádiók, hogy egy konkrét célcsoportot választanak ki maguknak, hogy például csak a fiatalok rádiója, vagy csak az idősebb korosztály rádiója, hanem mi próbálunk, bár nagyon nehéz, de egy kicsit mindenkinek megfelelni. Éppen ezért próbálunk olyan zenéket is sugározni, ami idősebbeknek is, fiatalabbaknak is közel áll a szívéhez, amit mindenki ismer. Azért próbálunk olyan tartalmakat is sugározni, ami mindenkit érint. Tehát van a Hangár, ami a fiataloknak szóló műsor. Ugyanakkor a Napközi, amit ugye nemrég vezettünk be, illetve hoztunk vissza a nyári szünet után, az talán kicsit az idősebb korosztályhoz is szól. Próbálunk például komoly zenét is bevezetni, ez néhány héten belül hallható lesz. Azt hiszem ez is egy plusz közönséget behoz. Úgyhogy nehéz mindenkinek megfelelni, de azt hiszem, hogy itt csak így tudunk megmaradni. És egyébként nemrég készült egy felmérés, ami alapján kiderült, hogy a Pannonrádiót bizony nagyon sokan, sőt, szerintem elmondhatjuk, hogy a legtöbben hallgatják Vajdaságban. Elsősorban melyik az a korcsoport, ami vonzódik a Pannonrádióhoz? Kinek készült elsősorban, és kik hallgatják legtöbben? Melyik korosztály? Eredetileg még a kezdetekkor a fiatalabb korosztály számára indult meg a rádió, tehát a 20 éves kortól mondjuk 40 éves korig. Most azt hiszem, ez kicsit feljebb tolódott. Lehet, hogy maradt a 20-as alsó korhatár, de 50-60-70 évig kitolódunk. És ez az 50-60-70 évet, ez nyilván akkor egy cél, hogy akkor ugye minél több hallgatója legyen a rádiónak. Ehhez kívánok neked nagyon sok sikert, és önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak.